Operettgálával, két órás élő Hooligans koncerttel és fergeteges tűzi játékkal búcsúztatták Vásárhelyen a 2015-ös évet. A kellemetlen hideg ellenére megtelt a Kossuth tér, nagy sikere volt a rendhagyó szilveszteri bulinak. Nagyot álmodtak a BFMK rendezvény szervezői, és változatos programokkal várták a vásárhelyieket szilveszterkor. Este 6 órakor már elkezdte a hangolást a Sánta Ferenc által vezetett zenekar a művelődési központban, majd hozzájuk csatlakoztak a Budapesti Operettszínház művészei, illetve Bársony Bálint és zenekara. A nézőtér teljesen megtelt a rendhagyó esten, hiszen az elmúlt években csupán nyáron élvezhették az érdeklődők ezt a műfajt. Többek között Vermes Tímea, Vágó Zsuzsi, Balczó Péter és Laki Péter is színpadra léptek. Nádasi Veronika musical szólista elmondta, hogy számára ez az előadás premier a városban. A szilveszteri estére épp úgy készültek könnyű slágerekkel, mint klasszikus dalokkal. A Marica grófnő és a Csárdás királynő slágerei mindenképpen felcsendülnek, de lesznek különleges olasz dalok is, illetőleg úgymond a könnyű blokkban pedig igazi nagy klasszikusok is felcsendülnek majd, mint Andrea Bocelli slágerei vagy Céline Dion slágerei, ugyanakkor a magyar pop örökzöldjei is, például az Isztambul, Hungária számok, tehát egy egészen különleges zenei csemege lesz. A Kossuth téren eközben már próbált a Rockefeller zenekar, majd 9 órától a húrok közé csaptak. A vásárhelyieket a kemény mínuszok sem tarthatták vissza a fergeteges bulitól, mire színpadra lépett az este sztár vendége, a Hooligans, már szinte teljesen megtelt a tér. A már jól ismert slágereket egy közel 2 órás élő koncert keretében adta elő a zenekar a kilátogatók legnagyobb örömére. Bár nagy volt a tömeg, akik a hátsó sorokban kaptak helyet sem panaszkodhattak, hiszen egy óriási kivetítő és LED fal segített még élvezetesebbé tenni a koncertet. Aki pedig kitartó volt és az éjfélt is megvárta a nagy hideg ellenére, színpompás tűzijátékkal köszönhette az új évet.